Köszöntöm a stúdióban Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én már gördülékenyen mondom ki a bonyolult nevű alapítvány nevét, aminek ugye az elsődleges célja, hogy segítse azokat, akik bármilyen módon kapcsolatba kerülnek a pszichiátriákkal, pszichiáterekkel, és netán esetleg hátrány is érheti, vagy megkülönböztetés érheti ebből a szempontból őket. Utaljunk kicsit vissza a legutóbbi találkozásunkra, amikor a hiperaktív, illetve figyelemhiányos gyerekeknek a kezeléséről, úgymond ellátásáról volt szó. Utána próbáltam pszichiáterekkel kapcsolatba lépni, hát sikerült is, meg nem is. De létezik egy olyan Magyarországon, egy GEM központ, nem tudom, jól ejtem a nevét, és tőlük kaptam választ a kérdéseimre, és lényegében az volt a mondani való ennek a levélnek, hogy a gyógyszerezés, nem gyógyszerezés egy kicsit leegyszerűsítése a problémáknak. Tehát mi is úgy találtuk, meg főleg én, hát hozzá nem értem módon talán, hogy itt fordul meg a kérdés, hogy betegségnek tartjuk ezt a dolgot, vagy pedig meg kell keresni a kiváltó okait, és ők is arra mennek, arra gyúrnak, hogy úgy mondjam, hogy megkeressék ezeket. Olvasta a levelet, van-e valami kommentárja hozzá? Érdekes volt olvasni, és ugye ez mindig jó bepillantást nyerni, hogy egy másik szervezet, főleg akik ugye különösen ezzel, speciálisan ezzel a témával foglalkoznak, ők hogyan közelítik meg, mit gondolnak erről, nekem is tanulságos volt végigolvasni. Volt olyasmi bennem, amivel egyetértettem, volt amivel kevésbé, de hát nyilván ugye a végső cél az az, hogy mi az, ami működik, mi az, ami tényleg hasznára van a gyermeknek. Az, hogy gyógyszer vagy nem gyógyszer, hát nyilván mindenkinek a saját megítélésére van bízva, de azért néhány alapvető logikai dolgot azért ne felejtsünk ki az egészből. Az tény, hogy ha egy gyereknek beadnak egy olyan pszichiátriai szert hiperaktivitás vagy magatartási zavar miatt, amitől a gyerek lecsendesedik vagy kezelhetővé válik, ez biztos, hogy kényelmesebb egy szülőnek, vagy a családnak, vagy a tanárnak, még akkor is, hogyha ez nem oldja meg a gyereknek a problémáját, csak lecsendesíti. Bizonyos tekintetben értem ezt a nézőpontot, értem ezt a megközelítést. Most ebből ki, hogy háttérvizsgálatokra van szükség, tehát nem ránézésre úgymond kell megállapítani ezt a hát szimptomát, igen, hanem igen. Keresni kell a kiváltó okait, és a GEM központ is keresi igen. Az okokat. Tehát igen. Nem azonnali gyógyszerzést javasol például. Így van. Egy dolog nagyon-nagyon fontos, és ezt azért is mondom el, mert ez föl szokott merülni a téma kapcsán, hogy évtizedek óta, de tényleg talán a múlt század, lehet, hogy a múlt század közepe második fele óta folyamatosan vannak próbálkozások azon, hogy kimutassák, hogy ezek a fajta gyerekkori viselkedési vagy tanulási problémák, ezek valamilyen agyi elváltozásnak a következménye. És annak ellenére, hogy ez időnként fel is szokott merülni, hogy elmondják, hogy hú, most találtunk valamit, ami arra utal, hogy itt tényleg egy agyi elváltozás van, valójában soha nem találtak olyasmit, ami tényleg kétséget kizáróan, egyértelműen tudományos eszközökkel bizonyította volna, igazolta volna azt, hogy a gyereknek az agyával van valami baj. Erre nincsen bizonyíték, bárki bármit mond, és ezzel kapcsolatban igyekszünk követni a szakirodalmat, meg a szakértőknek a nyilatkozatait. Nincsen, bármit mondanak. Tehát az a megközelítés, hogy a gyermeket azért kell gyógyszerezni, mert az agyával van valami kémiai probléma, és azt kémiailag kell visszaegyensúlyozni, ez marhaság, hogy ezt ilyen póriásan fejezzem ki. Azt én meg tudom érteni, hogyha egy szülőnek kényelmesebb, megkönnyebbülést jelent, hogy a gyerek le van gyógyszerezve, és nem csinál akkora ramazurit, mint normálisan. De megint csak kilukadunk oda, hogy ez valódi megoldása a gyermek érdekében. És azt is megértem, hogy vannak helyzetek, amikor tényleg nem lehet tudni, hogy mi csináljunk ezzel a gyerekkel. És olyankor azt mondja a szülő, jó, gyógyszerezzük le. Még ilyenkor sem feltétlen értek egyet azzal, hogy ez az igazi megoldás. Mivel ez megfelelő szakvélemény és háttérvizsgálat is kell, tehát döntsön a pszichiáter, de megfelelő alapokon. Bár ebből a levélből is kiderült számra, hogy amelyik amerikai tanulmányokra hivatkozik, hogy Amerikában sem olyan sötét a helyzet, tehát ott is vizsgálják ezeket a dolgokat, és nem gyógyszerezés, nem gyógyszerezés frontok alakultak ki, hanem ott is vannak, hogy mondjam, normálisabb megközelítések. Biztos vannak, persze, hát nyilván sehol sem fekete-fehér a dolog, de az viszont azért tény, hogy az USA-ban
általánosságban a jelenség sokkal jobban el van harapózva, mint mondjuk itt Közép-Európában. Hát ez ugye a hírekben is olvashatjuk. Igen. Nem véletlen, hogy onnan jönnek az iskolai lövöldözésekről a hírek. Bár most már van Oroszországban is, szóval. Van, igen. akkor volt inkább az USA. Hát igen, de sajnos tényleg ez a helyzet. Ugye akkor volt inkább még az Egyesült Államokból, amikor még ott volt a legelterjedtebb a gyerekeknek az ilyen pszichiátriai gyógyszerezése is. Aztán ahogy terjed, úgy bukkannak föl ezek a fajta esetek sajnos a világ más tájain. Igen. Most, ha szabad mondani, ugorjunk a számegyenes másik végére, tehát foglalkozunk az idős emberekkel, akik szintén kapcsolatba kerülhetnek pszichiáterekkel, pszichiátriákkal, és ez, mint minden, visszaélése is ad lehetőséget. Önnek mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban? Időnként meg szokták kérdezni tőlünk, hogy ha kik azok, akik a legérintettebbek abban a dologban, amivel mi foglalkozunk, nevezetesen, hogy a pszichiátriákon történő különböző jogi problémák, visszaélések, visszásságok. És azt szoktam mondani, hogy igazából nincsen jellemző korcsoport, mert mindenféle ember keresett már meg minket az elmúlt 20 évben. Mindazonáltal ki kell, hogy emeljem, hogy van két különösen kiszolgáltatott és sebezhető csoport, társadalmi csoport, akiknek a jogaira ilyen tekintetben még jobban kell figyelni. Az egyik a gyerekek, akik ugye jogilag nem cselekvőképesek, hiszen nem ők döntik el, hogy beszednek-e egy szert vagy sem. Jó esetben persze ugye ezért nem akarat ellenére történik, de azért jogi szempontból mégsem. A másik csoport pedig az idősek, akiknél azért is komplikáltabb a helyzet, mert ugye sokszor nem könnyű velük már. Nekik már különböző testi bajaik vannak, van, hogy ez ugye a mentális állapotukra is kihat, már nehezebben csinálják meg a dolgaikat, egy türelmetlenebb ember esetleg már nehezebben kezel egy idős embert. És ez aztán sokféle dolognak lehet a melegágya, és bizony nem egyszer dolgoztunk olyan eseteken, amikor akár a család, akár valaki rosszakaró úgy juthatott be egy idős embert a pszichiátriára, hogy részben indokolatlan volt, másrészt pedig megalázó bánásmód történt aztán az idős emberrel. Éppen most itt van egy élő példa, amin dolgozunk. Egy férfi, egy idős férfit a lánya juttatott be a pszichiátriára. Tulajdonképpen mondva csinált okokkal, és ezt úgy érte el, hogy elment a házi orvoshoz, és ott előadott különböző dolgokat, ami arra utalt, hogy az édesapjának már romlik a mentális állapota, már nem tudja, hogy mit csinál. Olyasmiket mondott, hogy az apja a fiatal lányokat hív fel a lakására, és ott ilyen szexpartikat tart velük, ami teljesen nonsens. Nem jellemző egy idősödő emberre. Nem, főleg, hogy ez a férfi... Bár ne zárjuk ki a lehetőséget. Nyilván nem záratjuk ki. De ez a férfi egyébként közös képviselőként dolgozik még időskora ellenére is egy társasházban. Hát az mentálisan nagyon megviselti. Igen, egy ugyanakkor... Tudom. Igen, nyilván. Ugyanakkor nyilván ez meg is kíván egy bizonyos fokú mentális talpra esettséget, ahhoz, hogy el tudja látni ezt a feladatot. Tehát az, hogy ő és az demens... számos ember észreveheti azokból házakból, vagy albetétekből, úgy mondják, akik ott laknak, és nem csak a lánya, hanem az tényleg egy feltűnő dolog lenne, hogyha pszichiátriai problémák merülnének. Igen. De maradjunk a konkrét esetnél, bejelentett a kislány, hát felnőtt a problémát, gondolom terhére volt az édesapja, de kérdés, hogy hol van a határ, mikor ugye az ember ellát egy idős embert, és ha állandó fegyetet igényel, akkor már a hölgynek a napi munkát is zavarhat esetleg. Ebben az esetben speciál pont az volt a helyzet, hogy a hölgynek nem volt kedve elmenni dolgozni, és ő azt akarta elérni, hogy az apja rokontartást fizessen neki. Ő már jó ideje már perben állt a saját apjával, akit beperelt azért, hogy az apja fizessen, de hogy ő tartsa el. De ez visszafelé is működik, nem? A gyereknek is kötelesség eltartani a szüleit most már. Van ilyen szülőtartás? Hát igen, főleg ahogy most már ugye öregszik el a társadalom, egyre inkább igen. Ez pont az ellenkezője volt. Ez ugye, az ellenkezője itt volt. Ő akarta, hogy az apja tartsa előtt még így felnőttként is. Hány éves hölgyről beszélünk? Nem tudom pontosan, de felnőtt nőről. Hát gondolom. Felnőtt nőről beszélünk abszolút. Munkaképes. Teljes mértékben, igen. Csak igen. Nem akar dolgozni. Így, ebben láttam ki. Hogy hogyan tudták meg ezt az esetet? Hogyan tudta tudomásukra egyáltalán? Úgy, hogy azok az emberek, akik egy házban laknak az idős emberrel, és akiknek ő ugye a közös képviselője, ők kerestek meg minket felháborodva, hogy nézzük meg, hogy milyen eset történt, és hogy valamit segítsünk, mert ezen az idős emberen teljesen jogtalan dolgokat tesznek vele, bevitték a pszichiátriára, bezárták a zárt osztályra. Ugye miután a lánya szerzett egy gyakorlatilag egy beutalót a házi orvostól, mondva csinált okokkal, hogy az apjának pszichiátriai kezelésre van szüksége,
Onnantól kezdve csak azt kellett elérni, hogy az apja bemenjen a kórházba, és ezt úgy érte el, hogy megkérte az apját, hogy kísérje őt be, már hogy ő akar bemenni a kórházba, kísérje be, és amikor bent voltak mind a ketten, akkor a férfit kezdték el vegzálni, és ugye ráerőltetni azt, hogy neki mentális problémája teljesen van. Teljesen kafkai szituáció. Igen, ilyenkor az ember már gondolom hiába bizonygatja, hogy de hát neki nincs semmi baj, minél jobban bizonygatja, annál jobban elássa magát, úgymond. Nagyon kényes szituáció az ilyesmi, és nem az első ilyen eset, ahol hasonló történt. Már korábban beszéltünk, de igen, tényleg egy csapda. Abszolút, igen. És ugye az ember joggal háborodik fel, a felháborodása vagy idegessége az ugye megint lehet, hogy ez egy mentális tünet. Ez szimptomának veszik, hát, hogy igen, látszik, hogy igen, milyen izgatott az öreg. Kiszolgáltatott a helyzet, igen. És akkor hol tart most az ügy? A férfit egy jó darabig kezelték bent a pszichiátria zárt osztályán. Majd ugye megkerestek minket ezek a barátai, akikkel egy házban lakik, és kérték, hogy segítsünk. Végül a különböző eszközökkel sikerült elérnünk azt, hogy a férfit kiengedték erről az osztályról. Különösebb károsodás nélkül, mert hát ugye, igen, gyógyszerezték őt egy darabig. Lásd Szálak a kuk fészkére című filmet, ott bizony előfordult, hogy maga a pszichiátria okoz sérüléseket. Ilyen ma is előfordul, ebben az esetben szerencsére nem történt különösebb gond, itt pusztán csak a megaláztatás, illetve az, hogy ez az ember hosszabb időre be volt zárva egy pszichiátriának az zárt osztályára. Hát ez önmagában, ha nem csinálnak vele semmit, akkor is megalázza. Bárkit megaláz és megvisel. Akkor mondhatjuk idézve, hogy happy end. Voltak éppen igen, most, hogy már a férfi kikerült a pszichiátriáról, most nézzük azt, hogy milyen jogi lépések tehetők ebben az ügyben, hogy egy kicsit azért utána menjünk annak, hogy hát azért mégse hagyjuk annyiban az egészet. Meglátjuk, hogy ezen a jogi kollégáim dolgoznak. Úgyhogy ennek az ügynek még lesz folytatása, lesz folyamánya. Netán a lányát is elmarasztalhatják az ügyben, hogyha mondjuk önkényesen és önérdek szerint cselekedett és nem igazán megalapozottan? Meg fölmerül ugye az orvos felelőssége, hogy mi alapján állított ki beutalót? Megvizsgálta egyáltalán a... Nem. Durat. Természetesen nem. Ha megvizsgálta volna, valószínűleg nem történik meg az egész. Ez megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyedi eset. És annak ellenére, hogy az egészségügyi törvény az előírja, hogy csak úgy lehet valakit akarata ellenére a pszichiátriára szállítani, hogyha az észlelő orvos közvetlenül gyakorlatilag meggyőződött róla, nem ezt a szót használja a törvény, de a lényeg az az, hogy meg kell, hogy győződjön róla, hogy az illető veszélyeztető állapotú ahhoz, hogy be lehessen vitetni. Amikor már csak meg sem nézi, hanem elmondás alapján állít ki egy beutalót, az már aztán tényleg a vég. Azon túl, hogy egyébként meg ha valakiről kiállítja az orvos, akkor nem kell indokolnia, hogy miért gondolja, hogy veszélyeztető, ami megint csak egy csomó féle visszaéléshez vezet, de ebben az esetben aztán megint ugye különösképpen kiszolgáltatottá tette az embert, hiszen ott van egy orvosi szakvélemény, ami leírja azt, hogy ő veszélyeztető állapotú, hát ki fog azzal szembe menni, nem nagyon fog senki. Igen. Rajtunk kívül. Hát ezt már többször körüljártuk ezt a problémakört, és nem lehet eléggé körültekintően eljárni az ilyen esetekben. Ha önökhöz fordulnak, miben tudnak segíteni? Mert hát önök nem pszichiáterek, nem felülvizsgálatot végeznek, hanem? Alapvetően mi jogi szempontból közelítjük meg ezeket az ügyeket. Tehát a mi elsődleges feladatunk, hogy megtaláljuk, kivizsgáljuk a jogi problémákat. Na most ez nem mindig különíthető el teljes egészében szakmai kérdésektől, de mégis nagyon fontos a nézőpont, pontosan azért, hogy ne lehessen elmosni jogi visszásságokat szakmai indokokra nézve. Mondjuk például, hogy az állapota indokolta azt, hogy ezt vagy azt csináltuk vele, hogy mondjuk egy hétig az ágyához kötözve tartottuk, vagy valami. Hanem azt nézzük meg, hogy... általános. Hát igen, igen, sajnos. Állapota indokolta, hát kinek nem indokolja az állapota, kicsit izgatottabb a szokásosnál. Ezt rá lehet igen fogni mindenkire. Abszolút rá. Tehát ezért mi kifejezetten jogilag közelítjük meg ezeket az ügyeket. Emiatt mi elsősorban ugye jogászokkal dolgozunk együtt, akikkel ilyen tekintetben tudjuk vizsgálni a kérdést. De, mint mondtam, nem mindig lehet ezeket szakmai kérdésektől elválasztani, ezért abszolút vannak a hát, hogy így mondjam, segítői köreinkben olyan kódut szakemberek, nem nagyon szép szó, de mondjuk igen, olyan szakemberek, akiket kifejezetten szakmai dolgokkal meg tudunk keresni, orvos, gyógyszerész, neurológus, még pszichiáter is van, tehát teljesen van, aki ezt mondja. Előfordult, hogy ezek a segítőik, vagy ők vizsgálatokat is végeznek, és akár szakvéleményt állítanak ki? Elő szokott fordulni, igen. Például van egy gyógyszerész szakértőnk, aki abban szokott gyakran segíteni,
hogy amikor mondjuk valamilyen pszichiátriai szernek az adagolásától keletkezett kára az illetőnek, károsodása akár maradandó, akkor ő megvizsgálja a helyzetet és állít ki szakvéleményt, ugye teljesen szakmai indokok alapján. Ami azért fontos, mert ha mondjuk folyik egy rendőrségi vizsgálat egy ilyen maradandó károsodás ügyében, a rendőr maga nem tudja eldönteni a kérdést. Ő önmagában egy szakértőt fog kérni, és hát az pedig, hát, hogy milyen véleményt állít ki, hát most mondjuk úgy, hogy van, amikor teljesen jó használható szakvélemények jönnek ki, és nagyon sokszor van olyan, amikor meg utána kell menni a dolognak, és megírni a rendőrnek, hogy bocsánat, de ezzel a szakvéleménnyel az a baj, hogy ezt nem vizsgálta, azt nem válaszolta meg, ez logikátlan, ez hiányzik belőle. Maga a rendőrségi szakban is előfordult ilyesmi, tehát nem kell feltétlenül tárgyalás vagy bírói szakaszba kerülni a dolgoknak. A rendőrnek is van joga ahhoz, hogy mérlegeljék a eseményeket, és már szakértőket rendeljenek ki? Hát a rendőrnek az a feladata, hogy megállapítsa, hogy történt a bűncselekmény, és ennek fényében felküldje az ügyészséghez vádemelési javaslattal, vagy sem az ügyet. Tehát ők nyomoznak, és azt kell megállapítani, hogy ténylegesen történt a törvénysértés. És ehhez az ilyen ügyekben ők gyakran ugye tehát, hogy valakit veszik. Lehet, hogy csak megrágalmaztak azzal, hogy mentális betegséggel lehet, küzd, és kiderül, hogy nem is. Ez a bűncselekmény? Ami rendőrséghez kerül, azok rendszerint azok komolyabb dolgok. Kifejezetten haláleset, maradandó károsodás, a brutális bántalmazás esetei, ilyesmik, amik ténylegesen BTK-s kategóriák, szoktak ilyenek lenni. És hát ilyenkor ugye a rendőrnek meg kell győződnie arról, hogy tényleg ez történt, ehhez szakértőkre van rendszerint szükség az ilyen fajta ügyekben. És hát nagyon kétesélyes az, hogy a kirendelt szakértő milyen véleményt fog hozni, és mint ahogy az előbb említettem is, nagyon sokszor van olyan, hogy hibás, nem teljes, logikátlan szakvélemények születnek, és amikor ezt jelezzük, akkor újra meg kell, hogy nézzék. Ennek néha elébe lehet menni, hogyha egy olyan szakvélemény készül, ami legalábbis saját megítélésünk szerint egy józan, logikusan fölépített szakvélemény, és erre ez a gyógyszerész szakértő nagyon ügyesen szokta ezeket megcsinálni, alaposan kielemzi az összes szert, és ugye nem dolgozik ő se semmilyen varázskalapból, abból dolgozik, ami a hivatalos gyógyszerleíratok, amik a szakmai irányelvek, tehát egy teljesen egész egyszerűen azt veszi végig. Ha egy szerről tudott, hogy ez kivált olyan mellékhatást, ami ilyen vagy ilyen, és ez károsodást okoz, akkor ő azt beleteszi ebbe, mint ugye szakmai elvet, vagy érvet, és na hát sokszor ezeken dőlnek el dolgok. Na most mennyire partnerek önöknek a pszichiáterek? Tehát előfordul-e olyan eset, hogy egyszerűen tárgyalásra, megbeszélésre, közös vizsgálattal talán meg lehet szüntetni úgymond egy ilyen bentlakásos kezdeményezést, vagy pedig mindenképpen ellenfelek a pszichiátrián, és akárhogy is, de bíróság lesz a vége? Dolog jellegétől függ. Rendszerint akkor tudunk igazán jól eljárni egy ügyben, ha az illető már nincsen bent a pszichiátrián, hanem már kint van, lehet vele ugye kooperálni, át lehet vele beszélni az ügyet, rendelkezésre tudja bocsátani az ügynek a dokumentációját, stb. Amikor valaki bent van egy kórházban, és úgy keres föl minket, akkor ugye ő még azért egy elég kiszolgáltatott helyzetben van, és ha ilyen van, rendszerint az szokott lenni a kérés, hogy segítsünk nekik kiszabadulni a pszichiátriáról. Nagy bosszút állnak rajta, akármilyen emberi kicsinyességből. Hát igen. Ilyenkor teljesen helyzetfüggő. Van olyan, amikor meg tudjuk beszélni, engedjék már rá, teljesen indokolatlanul tartják bent. Hát, nem közveszélyes, nem önveszélyes. Igen. Olyan is van, amikor sajnos ezt nem tudjuk mondani, mert van, hogy az illető megcsinálta magának a dolgot, van ilyen. De ha úgy látjuk, hogy mégiscsak indokolatlan, akkor ugye ezt tudjuk kezdeményezni. Aztán ezre vagy hallgatnak, vagy nem. Néha elég az, hogy egész egyszerűen csak maga az illető, a sértett mondja azt, hogy jó, akkor majd meg fog keresni minket, és majd mi eljárunk, ha őt nem engedik el, és ez nagyon sokszor egy hatásos érv szokott lenni, jól tudják, hogy kik vagyunk, és mivel foglalkozunk. Amikor egy vizsgálatra kerül sor, tehát konkrétan vizsgálódnak egy pszichiáter vagy egy intézet ügyében, egy nyomozás során, vagy valamelyik szakmai hatóság, akkor ritkán szoktunk mi már kapcsolatban lenni az illetőkkel, általában ilyenkor maga a hatóság végzi el a vizsgálatot, gyűjti be az adatokat, és akkor abból ők vonnak le valamilyen következtetést, vagy hoznak valamilyen döntést. Ez nem mindig bírósági, ez lehet, hogy egyszerűen csak ilyen szakmai szabályok alapján tesznek valamilyen felelősségre vonást, vagy rendre utasítást. Komolyabb esetben persze ez elmehet a bíróságra is.
És azért az motivált az előző kérdésemet, hogy én is megpróbáltam pszichiáterekkel kapcsolatba lépni, hogy hallgattassék meg a másik fél is, ugye, szakmai szempontokat is vigyünk a dologba, de egyikük úgy reagált, hogy azok után, amiket mi itt beszélgettünk, nem óhajt szóba állni velem, a másikuk pedig, aki sikerült elérni, azt mondta, hogy írásban tudna válaszolni, mert ő nem az a szereplős típus. Most hogy lehet, hogy egy pszichiáter nem olyan szereplős típus, tehát ha ebből áll az élete szerintem, hogy ő szerepel, tehát beszélget, kommunikál emberekkel, és próbálja felderíteni, hogy milyen problémáik vannak. Úgy látszik, ez rám nem vonatkozik, majd ha beteg leszek. Érdekes kérdés. Pont a napokban nézegettük egy közelgő pszichiátriai konferenciának a tematikáját, és ott volt egy olyan előadás cím, ami nem biztos, hogy pontosan tudom idézni, de ami arról szól, hogy szükséges-e még egyáltalán beszélni a beteggel. És ez olyan kontextusban volt, hogy ugye ma már hú, mennyire fejlett a gyógyszeripar, stb., hogy már lehet, hogy szükségtelenné válik. És ilyen megközelítésben nem is csodálom, hogyha egy pszichiáter azt mondja, hogy... Hát, ezt az iskolát követte. Igen, lehet. És betegnek nézett engem. Igen, nem tudok nagyon erre mit mondani, hát ezt már neki kell eldönteni. Sajnos az a helyzet, bár én magam is örülnék neki sokszor, hogyha tudnánk jó ízű vitákat folytatni pszichiáterekkel is, de nagyon régen volt utána példa arra, hogy valaki leült volna, legalább 10 éve már, hogy nem nagyon sikerül ilyen. Még a kezdeti időkben volt ilyen, hogy folytattunk vitákat pszichiáterekkel, de nem nagyon akarnak, nem szeretnek. Akkor próbálják önöket ignorálni ezek szerint? Tehát ezt az egész tevékenységet úgy venni, hogy hát majd, ha muszáj lesz, akkor... Talán igen, lehet, hogy nem is csak minket, hanem magát a témát is, amiről beszélünk, és ez csak zavarja az kényelmetlen. Gondolom. Nyilván, hogyha van egy olyan szervezet, amelyik egy adott területen a visszásságokat, a jogi visszaéléseket találja meg, tárja fel, és tesz lépéseket ezzel kapcsolatban, nyilván nem kellemes. Ugyanakkor azért nem egy pszichiáterrel beszéltem már, akinek kifejezetten az volt a véleménye, hogy akár ugyanis, de azért erre a munkára szükség van, mert vannak zűrök, amiket föl kell tárni. Így, hát minden szakmában ilyen egyébként, hogy a kontroll nem árt. Ugye Sztálin elvtárs is azt mondta, hogy szép dolog a bizalom, de még szebb dolog az ellenőrzés. Ha más nem is, de ennyit megtanultunk. Lehet, hogy Lenin volt, bocsánat, de régen mondták, az biztos. Tehát én magam szakmában is érzem, hogy elkövetek hibákat, és ha nincs fölöttem senki, aki azt nézi, aki, hogy milyen, mit hibáztam, akkor sajnos nekem kell válni mindenek az ódiumát, és megnyugtató lenne, ha lenne egy kontroll. Tehát gondolom a pszichiáterek között is vannak, akik érzik, hogy nem baj, ha van egy kis kontroll. Abszolút. Nem jelenti azt, hogy ők felkészületlenek, vagy nem értenek a munkájukhoz. Most a közben már kérdeztem ugye, hogy aki önökhöz fordul, mire számíthat, de majd kiírjuk ide a képernyőre megint az elérhetőségüket. Jó? És még egy záró kérdésem lenne, hogy ön ugye Budapestről érkezett, hogy van-e különbség az életritmus, vagy a anyagi helyzet, vagy egyéb miatt régiók között, vagy mondjuk Budapest és vidék között ilyen szempontból, hogy többen fordulnak önökhöz mondjuk a fővárosból, arányában persze, vagy a vidéki esetek száma több. Beszéltünk, hogy nincs még hálózatuk, de nem lenne egy butaság ezt. Igen, ezzel visszakanyarodunk a kezdeti kérdéshez, hiszen ott is ugye fölemlítettem, hogy nem nagyon van olyan korcsoport, vagy olyan társadalmi csoport, akik ugye jellemzően keresnek meg minket, és ez nagyjából igaz területileg is. Nem nagyon van olyan terület, ahol azt mondanám, hogy kiugróan keresnek meg minket. Ez inkább attól függ, hogy hol sikerül az elérhetőségeinket jobban ismertté tenni. Bárhova fordulunk, hogyha ha tudnak róla az emberek, akkor meg szoktak keresni minket, és tényleg az ország minden szegletéből voltak már megkereséseink. Budapest, hát nyilván, ha más nem abból adódóan, hogy nagyobb a népsűrűség, talán sűrűbben fordulhatnak elő olyan ügyek, amikkel hozzánk fordulhatnak. Megmondom őszintén, ezzel kapcsolatban sosem végeztem valami fajta statisztikai elemzést, de hát talán annyiban igen, talán többen keresnek minket Budapestre, hogy egyrészt ugye ott vagyunk, tehát közelebb vagyunk, elérhetők vagyunk, másrészt pedig ugye több a kórház, tehát talán nagyobb esélye fordulnak elő ilyen ügyek. Mi magunk is dolgozunk egyébként azon, hogy a nagyobb városokban legyenek kirendeltségeink, lehet, hogy rossz szó, de legalább önkénteseink, akik helyileg tudnak foglalkozni az ügyekkel, és van azért már néhány város, ahol ez megvan, hogy nem kell személyesen ott lennünk, úgyhogy ezt igyekszünk még fejleszteni. Hát azt kívánom befejezésre, hogy minél többen elérjék önöket, akiknek tényleg szüksége van a segítségre, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én pedig ismét köszönöm a meghívást.